Hellosztok! Végre valahára be tudom mutatni ezt a programot, a Quake 2-t, ugye itt is voltak lezárások, és hát nekem most kacokkal kellett, hogy tanuljak, úgyhogy nem igazán volt rá időm, meg hát esélyem se, hogy bemutassam ezt a játékot. Ez egyébként egy 1997-es játék, amit decemberre adtak ki, hát mondhatjuk, hogy 98-as, mi ugyanis 98-ban jutottunk csak hozzá. És figyelmeztetlek titeket, hogy ez egy picit hosszabb videó lesz, de hát legyen az a vigasztalás, hogy azért, mert ugye sok videó kimaradt egy pár hét alatt. Hát itt ugye az a dolog történt, hogy ezt a videót én már felvettem egy hónappal ezelőtt körülbelül, és arra vártam, hogy mikor tudok már belőle normálisket csinálhat készíteni. Na, most érkezett el az idő. Na, hát akkor kezdjük a történettel. És utána majd belemerülünk a játékba. Történet szerint mi egy katonát játszunk, Bitterman néven, és részt veszünk egy küldetésben, amit Operation Alien Overlordnak hívnak. Ez a küldetés ez nem más, mint hogy letámadjuk az ellenségnek a bolygóját, ugye az idegenek bolygóját, akik invázióra készülnek a Föld ellen, és ez a nép ez nem más, mint a Strog civilizáció. Hát elég érdekes nevet adtak a készítők. A küldetés első részében kilőnek egy csomó kis űrhajót, egy ilyen óriási nagy csatahajóról. És a küldetésben a résztvevő katonák nagy részét elfogják, meggyilkolják. Nekünk az a szerencsénk, jobban mondva ennek a Bittermannek, hogy ő összeütközik már a kilövéskor egy másik űrhajóval, és ezáltal nem a kijelölt helyre fog lezuhanni, úgy mondván, hanem egy másik helyre, és onnan kell majd, hogy végig küzdjük magunkat az ellenséges bázisokon keresztül, egészen egy ilyen aszteroida bázisig, ahol majd kinyírjuk ugye ezeknek a Strog katonáknak a vezérét. Na, hát nem tudom, hogy mennyire merüljünk itt bele az intróba. Szerintem ugorjuk át. Na, akkor ugrottam, itt még látjátok, hogy lezuhanunk, és az ellenséges bázison fogunk kikötni valahol. Na, és hát ilyen volt maga a játék. Elnézést kérek a felvétel minőségéért, egy picit néha szét fog esni a kép, ez azért van, mert a felvevő program sajnos így vette föl. A másik felvevő programot nem tudtam rávenni, hogy fölvegye ezt a programot. Na, hát amit látjátok, egy picit eseménydúsabb, mint az első rész. A grafika is egy picivel jobb. És ez a verziója a játéknak, ez nem a 3DFX-es verziója, ezt akartam először bemutatni, hanem ez a normális verziója a programnak. És itt igazándiból ne is a felbontást nézzétek, hanem azt nézzétek, hogy a színvilága teljesen más lesz majd a 3DFX-es verziónak. Csak ezt be akartam előtte mutatni, hogy lássátok, hogy azért a normális sem volt annyira rossz, tehát azért tűrhető volt. És nézzétek a katonák is, mikor lelövöm őket, akkor még fulladozik például, néha még egy-két lövést leadnak pluszba. Tehát oda kellett figyelni, hogy nem volt elég, hogy lelőtted a katonákat, de még utána is figyelni kellett, hogy nehogy rád lőjön még egyet-kettőt, amíg ott vergődött. A robbanások itt már teljesen 3D-sek, és na itt látjátok, hogy itt megpróbált engem lelőni.
hozzáteszem, hogy nekem a Quake 2 sem jött be, tehát én nekem nem nagyon tetszettek akkoriban ezek az origami katonák. Ez a kocka világ, ez nekem amúgy nem jött be. Teljesen addig nem tetszett, amíg ez egy ilyen komolyabb kinézetet nem kapott, ez a 3D-s világ. Na hát ezt a helyet jegyezzétek meg, mert majd ezt be fogom részletesebben mutatni 3 DFX-es kártyával. Ugye amit Andris is mondott, hogy itt nincs árnyékolás olyan durván, hanem egy ilyen kiszínezett Disney rajzfilmre emlékeztet, hát enyhe túlzással ugye, de itt jól láthatók mondjuk a rozsdafoltok. Ezt jól megcsinálták, hogy látod, hogy kint is folyik a harc, ugye. Na de visszatérve erre a 3D-s kezdetleges világra, nekem annyira nem tetszett ez. És annak ellenére, hogy én is azért ámultam és bámultam, hogy már ilyen is van, nekem ebben az időben a 2D-s first person shooter játékok sokkal jobban bejöttek. És hát annak ellenére, hogy ugye a második rész az már nem volt annyira rossz, mint az első, ugyanúgy nekem még nem jöttek be továbbra sem ezek a kockás vércafatok és vérpacnik. Hát itt van egy-két keményebb ellenfél, itt mutatok, ennél már van egy ilyen chain gun. És itt már beleraktak olyan elemeket is, ugye, hogy látjátok, a feje leszakad. És egy idő után, hogyha úgy hagyod a hullát, akkor legyek például elkezdenek körülötte körözni. Hát mondjuk ez is érdekes, mert ugye ez már egy másik bolygó, tehát nem tudom, hogy honnan jöttek a legyek, de... hát gondolom ez egy ilyen kis poén akart tenni a készítőktől. Hallgattam régen, hogy mik ezek az ümmögések, és akkor rájöttem, hogy hát... igen. Na és ez már a 3DFX-es verziója a játéknak. És amint látjátok, teljesen más az egész. Ott egy pillanatra láttátok, hogy a víz is már kékebb volt. Ami a 3DFX-es verzióból nekem nem tetszett, az az, hogy egy picit túl sötétre sikeredett. Tehát most a videóból annyira nem lehet kivenni, mert mondom, a felvevő program egy picit elnyomja a grafikának a minőségét, de itt látjátok, hogy a víz milyen minőségű, ugye, amit már megemlítettünk, és 3DFX-es változatnál is teljesen más a víznek a színe, kinézete. Amint látjátok, ég is föld a színkompozíciója a két verziónak, tehát a 3DFX-es és a normál verziónak, tehát teljesen más, hogy néz ki a játék. És itt pedig lehetett butítani a képernyődön, hogyha nem volt erős géped. Fegyverekből sem volt hiány. Igaz, nem voltak elég ötletes fegyverek, de azért volt egy-kettő, ami érdekes volt. Például ez a gránátvető, ez jó volt, de hát ez még ugye az egyből volt áthozva. Na, ott látjátok, két borítót találtam. Fős ez a PC-s, az alsó az a PlayStation-es, ugye ezt már PlayStation-re is megcsinálták, azon lehetne vitatkozni, hogy melyik verzió a jobb. Én szerintem, ez magánvélemény, szerintem a PC-s verzió ránézésre jobb volt, mint a PlayStation-es, bár én a PlayStation-es verzióval nem játszottam, úgyhogy ez még tesztelésre vár, de hozzá kell tenni, a PlayStation verziója az egy picit későbbött ki a PC-s verzió után, úgyhogy ezt is ugye figyelembe kell, hogy vegyük. Na hát itt már voltak ilyen érdekes szörnyek, amik nekem nem nagyon tetszettek, mint például ez a kutyaszerű robot. Nem tudom, ez hasonlít egy picit a Resident Evil-ben ugye arra a Licker szörnyre. Ez egy nagyon durva fegyver volt, ez egybe két katonát is le tudott szedni, mint látjátok, hogyha jól céloztál, és nem haltál meg közben. Na, hát ez a videó egyébként 3 Quake
anyagból készült, a Quake 2-ből és annak a két kiegészítőjéből. Itt láthatok egy keményebb ellenfelet. És amit látjátok, egy picit jobban megcsinálták a textúrát az ellenfeleken, de azért annyira nem vitték túlzásba a munkát. Az is tetszett, hogy mikor meglőtted az ellenfelet, akkor máshogyan nézett ki, mint ugye normálisan, tehát látszott ott rajta a sérülés. Ami nagyon tetszett a Quake-ben, az az, hogy nem olyan volt, mint előző FPS játékoknál, hogy végezte egy pályával, és akkor jött a következő, és az előző pályának ugye búcsút mondhattál, hanem itt visszamehettél az előző pályákra is. Na hát ez ugye már a kiegészítőnek az intrója, ami később jött ki. Ezzel nem volt szerencsénk akkoriban játszani, csak az eredeti Quake 2-vel. Hát ugye Viberen sokat beszéltünk már erről a játékról, úgyhogy itt az intrót most arra fogom használni, hogy kicsit erről beszéljek. Mert ugye eléggé fárasztott egyfolytában írogatni. Azért mégiscsak egyszerűbb ugye elmondani. És hát ugye eltérőek voltak a vélemények a Quake 2-vel szemben. Ez nem baj, hát ugye mindenkinek más emlékei vannak erről a játékról. Pont ezért jó ez a csoport, amit ugye kitaláltunk, mert itt mindenki elmondhatja a saját véleményét. Néha nem egyeznek a vélemények, vannak kisebb ellenmondások is, ez nem probléma. Én igazándiból arra vagyok kíváncsi, hogy kinek milyen emlékei voltak ezekről a programokról. Hát akkor elmagyarázom, hogy én nekem ez a Quake 2-es élmény hogyan is történt. Emlékszem, hogy akkoriban Andrisnak volt egy ilyen Pentium 2-es gépe, hogyha jól tudom, mivel tisztán emlékszem, hogy neki egy ilyen kazettás processzorja volt, ami a Pentium 2-es gépen volt, ha jól tudom. És én akkoriban összeraktam egy Pentium 3-as gépet, aminek már lapos processzorja volt. És én azon játszottam a Quake 2-vel, persze egy jó fél év késéssel, ugyebár. Na most a 3DFX-es kártyát azt később vettem meg. Nyári munka után, ha jól tudom. És az eléggé drága volt, és hogyha emlékeztem, nem csak az már egy Voodoo 3-as kártya volt. És tisztán emlékszem arra, ez viszont eléggé megmaradt bennem, hogy a Quake 2-vel, mikor játszottunk, akkor ugye mondtam, hogy azért annyira nem tetszett, mint mondjuk a Shadow Warriors, vagy a Duke 3D. Mi azokat a 2D-s FPS-eket sokkal előbbre tartottuk, mint ezeket a, hát zárójelbe téve, förtelmes, kezdetleges 3D-s kezdeményezéseket, bár ezek sem voltak annyira rosszak, mint ugye említettem, azért ezekkel is elhűltünk. De amikor megláttam a 3DFX-es verzióját a Quake 2-nek, akkor nekem egy fokkal jobban megtetszett. Azért, mert ahogy megoldották ezeket a fényeffektusokat, ugye amikor a rakéta ment és bevilágította a falakat, ugye erről írtam sokszor. Ez nekem baromira tetszett, ugyanis ez nem igazán volt jelen a sima verziónál. Hát ott is voltak fényeffektusok, de azért ennyire nem volt kiemelve, tehát itt azért elég brutálisan ez meg volt csinálva. És egy picit a 3DFX-es verziója a Quake 2-nek az hasonlított a Doomhoz. Na hát körülbelül ennyit tudtam a játékról. Mondom, azért annyira nem akarom itt túltolni ezt a témát, ugyanis mi nagyon ezzel a programmal nem játszottunk. Tehát mondom, jókat szórakoztunk vele, de azért nem ez volt a napi téma, tehát ezen azért hamar sikerült átugrani. Ugye ennél voltak már
sokkal érdekesebb programok számunkra akkoriban. Ez a játék max arra volt jó nekem, hogy hát úgymond betekintést nyerjek arra, hogy valójában mire is jók ezek a 3D FX-es megoldások. Ez pedig már egy másik kiegészítő. Ennek is ugye volt egy intrója. És akkor emlékeztetően megint megmutatom a játéknak a normál verzióját, tehát nem a 3D FX-es verziót. És itt látni fogjátok, hogy teljesen más, ugye amit már kibeszéltem, a színpaletta, nézzétek a víz, minden, kicsit világosabb minden ugye. Itt is vannak fényeffektusok, de nem annyira brutálisak, mint a 3D FX-es verziónál. És koncentráljatok egy kicsit a fegyverekre, nézzétek, hogy hullámzanak a fegyverek a kézben. Ugye emlékeztető, ez a 3D FX-es kártya nélkül, hogy megoldották. Nézzétek, hogy hullámzik a textúra a fegyvereken. Tehát teljesen más, ugye itt a 3D FX-nél pedig stabil az egész. Tehát nekem van egy érzésem, hogy a PlayStation verziója az inkább hasonlít jobban a 3D FX-es kártya nélküli Quake 2-re. De ez csak magánvélemény, de én nekem nagyon úgy tűnik a téma. Viszont a 3D FX-es Quake 2-nél meg nem tetszik az, hogy egy picit túl sötétre sikerült a dolog. Tehát a színpaletta egy picit sötét. Na, úgyhogy ezzel még lehetne emélkedni, tanakodni. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek a videó megnézése után. Úgyhogy én itt búcsúzok, olyan nagyon nem is akarom húzni a témát. Itt a kiegészítőkben, mint látjátok, már új ellenfelek is vannak. Na, úgyhogy én ezt a témát itt ejtem is. Ha gondoljátok, akkor még tanakodhatunk erről egy picit. De én szerintem lépjünk túl ezen a témán, hiszen nem sokára jön ugye majd a Quake 3, ami, hogyha jól tudom, már PlayStation 2-n volt. Na, úgyhogy remélem tetszett a videó, srácok. Sziasztok!